Lovaglás, célbalövés, autókázás és sportvetélkedők egyebek között ilyen programokkal várták a beteg gyermekeket családostól az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány országos gyermeknapján. Magyarországon jelenleg 6-700 gyermeket kezelnek valamilyen daganatos betegség miatt, de jóval többen vannak, akik érintettek. Szakértők szerint, ha időben felfedezik a tumort, a gyermekek többsége meggyógyul. Vigyázat, gyerek a volánnál! Komolyan vették a vezetést ezek a fiúk, versenyeztek, szlalomoztak, minden tudásukat megmutatták. Hát, nekem jól megy. Igazi autót is megvezettem. Nem mondod. Vigyázz, kerüljük ki a másikat. A fiúk sikerén felbuzdulva a lányok is kedvet kaptak a vezetéshez, bár volt, aki félúton feladta és ott hagyta a volánt, mert a másik autó jobban tetszett neki. Csere, útközben? Nem vigyük el az operatőt. Az autók mellett a célba lövés is népszerű volt. Ne remegjen nagyon a kezel, jól célozzon. Elméletben azért mindenkinek jobban ment a célzás, mint a gyakorlatban. Hát nem. Nem olyan könnyű. Itt senkinek sem könnyű. Ezek a családok, amelyek most végre kikapcsolódhattak, egész évben keményen küzdenek. Ahogy ők mondják, a kis hősök gyakran évekig tartó fájdalmas kórházi kezelésen mennek át. Azt mondták az orvosok, hogy kis hős, tehát nagyon ügyesen csinálta, nem sírt, végigcsinálta türelmesen. Ezek a gyermekek nem járnak bölcsődébe vagy óvodába, kimaradnak az iskolából, ezért legtöbbjüknek sokat jelent, ha kimozdulhat. A családok rendszerint távol vannak az otthonuktól, amíg a gyerekük mellett van az anya, az apa otthon a többi testvérrel, tehát teljesen szétszakad a család ez alatt az idő alatt. Ez a rendezvényünk az, ahol nem csak a beteg gyerekkel foglalkozunk, hanem az egész családjuk élvezheti ezt a napot. Magyarországon csaknem 5000 gyermek szenved daganatos betegségben, évente 300 gyermeknél fedeznek fel valamilyen tumort. Mi 2 éve elvesztettük a kisfiunkat, leukémiás volt, és hát mi nagyon sokat kaptunk az alapítványtól és a kórháztól, és ezért járunk vissza minden évben, hogy egy kicsit emlékezzünk. Ezért gyorsan el is szaladt a vásárba. Az országban 7 központban egyidejűleg 600-700 daganatos gyermeket kezelnek, a betegek 2/3-a meggyógyul.